A munkának vége, kijössz a nyárból, egy vodkától, erős vagy és bátor, egy részeg fazon, a kezed után nyúl, nem tudod miért, jól vererunk, mert elfogyott a türelmed már, pedig szabad a csok, szabad a tánc, száz éve Párizsban az volt a jó, a kommün ezért kötelet adott. Kocsmában ott van a nagy élet, toppulnak az agyak, élesek a kések. Sűrű a levegő, az ócsos összagától, eleget van már a világban. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Más vére! 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Brigád előre! A munkának vége, a gyárból, egy vodkától, erős vagy és bátor, egy részeg fazon, a kezed után nyúl, nem tudom miért, de jól belerúgsz. Nézed, hogy mi folyik itt, ami befolyik, az rögtön kifolyik. A világos sörtől savanyú a szán, nem ígéri senki, jobb ilyen van rá! 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Na gyerünk! Bibi bácsi! 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Keresztes Ildikó! És Robert Norbert! 8 óra munka, 8 óra pihenés! A gyere, Béla! Hát, megmondom őszintén, ezt a kis golyót nem tudom valahogy tisztelni. Nem menjünk, már azt se tudom, hol vagyok. Igen, azért legyünk őszinték, tehát ezt konkrétan úgy hogy a Sas kabaré szereplőinek valamit tettek volna az italába, nem? Tehát ilyen, ez elképesztő. Tehát a keresztes soha nem merül le. Ezt nem is hiszem el. Tehát keresztes kartárs nő. 40 év múlva is ezt fogja csinálni. Viszont óriási. A Norbi énekelt, és jól. Szülinapja alkalmából. Óriási sót csináltad. Ja, mert neki is tegnap volt a születésnapja. Igen. És már délben megittuk, mert a szövegbe is de benne jó van. Jó Isten, ez milyen kartás hogy a kartás, ne buktasson le. Valaha lehetett kapni? Kompulnak az agyak. Én azt hittem egyébként, hogy egy ilyen magyar Miley Cyrus produkció igen. Fog itt következni, így átrepül majd. Hogy a pattanyorra a keresztes. Bibikém, hogy most a hajadat megcsináltad? Igen, megmondom őszintén, hogy a produkció egy kulcseleme sérült meg a hajam. Tehát, hogy ezzel nem örülök neki. Amit akartam mondani, hogy azért kimondhatjuk, hogy a Sober család nem szorongani jár ide, ugye? Tehát, hogy azért, igen, ők azért finoman a saját házi buliuknak fogják fel a nagy duettet, ha jól látom. Teljes gátlástalansággal nyomják a produkció, imádom. Eljöttek bulizni, tehát úgy vannak, hogy kicsi, mit csináljunk ma, és te gyerünk-e bulizni a nagy duettbe. A Sober Torbinak ezt a Tompika figuráját meg kell dicsérjem, tehát ezt elképesztően jól hozod, ezt a kicsi finom ilyen szélütésre. Pont olyan, mint... Hozd a karaktert? Le engem parodizált a szemétláda. Azt mondtam, a karaktert hozzad. A karaktert, azt amikor úgy. Te jó Isten! Figyelj! Nem baj, de protezállak a színházban. Elképesztő. Zárszóként csak annyit mondanék, hogy annyira elképesztően jól áll a munkásra, hogy lehet, hogy egyszer ki kéne próbálnod, igen, hogy milyen a munkás. Volt idő, amikor kipróbáltam. Csak hülyéskedek! Csak hülyéskedek! Egyébként ez a jövő, csak úgy mondom, tehát amit most látom. Zárszóként elképesztően jók vagytok. Abszolút érzitek, hogy miről szól a műfaj, hajrá Sorbertők. Andi, figyelj, én, mikor oda mentek és megborzolták a hajadat, én azt hittem, hogy ott azért lesz egy pofon. Nem, mert sas nem kapod a legyek. Gyulák hová de jó. Szép. Ami viszont elképeszt, nekem egyébként a kuka jutott eszembe a hófejéke és héttörpéből. Norbi, ezt a munkát nekem egyébként Pintér Tibor már felajánlotta a kuka szerepét. Komolyan mond. Látod? Előbb-utóbb mindenki a színpadon fog kikötni. És a helyére kerül. Ha viszont leveszem, akkor Dieter Bohlen, nem? Na jó, és rólam senki nem mond semmit. Én azért... szép vagy, mint egy kortárs festmény. Ennyit tudok erre mondani. Annyira benne ragadtam a szerepbe, én már nem is tudok normálisan beszélni.
Nem, de egyébként azt tényleg meg kell adni, hogy a Norbi éneket, és a tisztán? Igen, mondjuk tisztán, majdnem jó tisztán, volt. A vodkához képest. Jó volt, tényleg jó volt. Köszönöm. Kuki? Hát gyerekek, a Terminator után itt van a Determinator, azaz Norbi. És eljön nem csak egyszer vissza, többször pusztítani minket, de jó értelmelben. Nagyon jó. Figyeljétek, ez fantasztikus ez a produkció, nevettem végig. Látszik, hogy jó volt a kedv, hogy ez a Tiburitok. Szerintetem ti is láttatok a közönségit, csak rögtek, tapsolták, Majka, Klódia, mindenki, szóval le a kalapál. És sokszor azt mondtam, és Tibi egyszer elmondta, és ez nagyon fontos, hogyan lehet nyerni a Net Duetben. Vagy jól énekelni, vagy egy fantasztikus produkció, és szerintem ti jól értétek minden most a fantasztikus produkció, és az ének is, Norbi, tényleg. A pusztító Norbi, ez nagyon jó. Köszönöm szépen. Na jó, hát azt akkor tudjuk, hogy a közönségnek nagyon tetszett, hogy odahaza tetszett a tévé készülék előtülőknek, azt nem tudjuk. Viszont azt tudjuk, hogy neked hány pontot ért, mert mindjárt meg fogod mondani. Ja, 10 pont, ez jó volt. Azt te elfelejtetted a zsűrit egy pillanatra, kiesett a zsűrit. Nem, nehogy felejtem el. Na, mi Predator, Norbink és... Megmondom őszintén, ugyanúgy gondolkodom, mint a Kuki, hogy egész egyszerűen az összhatást tudom csak pontozni, és ebben benne volt az ének, a showelemek, a röhögés, a profizmus, a pontosság, ez egy 10-es nálam. Nagyon szépen köszönöm. Eddig 20, eddig nem olyan rossz. Tibi, a hajad miatt nehogy kevesebbet adj. De a hajam miatt picikén zabos vagyok, ettől függetlenül, hogyha Norbi kijössz, aztán kiganézod nálunk a kertet, akkor meg tudom adni. Boldog születésnapot, barátom, köszönöm. Jár a 10 pont. Isteni. Köszönöm szépen! Családi holdverseny van, ugye, Rubin Grékáékkal együtt, 10 pontot, úgyhogy mehet menni verekedni. Figyelj, te azon csodálkoztál volna, hogy ez a produkció után elfelejtem még a nevemet is, az se lett volna szerintem furcsa. Szerintem fantasztikus volt, de tényleg valamilyen olyan elem van bennük, ami soha nem merül. Ráadom a keresztest, soha.